Szeptember 27-e és október 6-a között rendezik Dohában a 17. felnőtt szabadtéri atlétikai világbajnokságot. A nevezés jövő hétfőn zárul, eddig 15 magyar versenyző vívta ki a részvétel jogát. Köztük van Hellebrandt Máté is, aki az 50 kilométeres gyaloglásban áll rajthoz Katarban. Pokrovenszky József tanítványa az elmúlt hétvégén a csapatbajnoki döntőn a számára sprintszámnak számító 5 kilométeres távon állt rajthoz, és az egyéni csúcsához közeli 19 perc 49 másodperces idővel szerezte meg az első helyet. Nagyon jó formában érzem magam, ez az edzéseken lévő időkből is látszódik. A június, július, augusztus az tényleg nagyon kemény időszak volt, nagyon sok kilométer gyűjtöttünk. Ez most már kicsit lezárult, és a következő 3 hét a világbajnokságig már kicsit más a fajta munkával fog telni, már nem fogunk annyi kilométer menni, viszont kicsit gyorsabb edzések következnek, és majd az utolsó héten, vagy az utolsó pár napban fogunk egy kicsit majd rápihenni a világbajnokságra, és remélem, hogy akkor tudok majd igazán csúcsformába kerülni. Mentálisan meg nagyon erősnek érzem magam. Úgy érzem, hogy ez a nyári folyamatos edzés az nagyon megerősített fejben is. A hőség miatt több versenyszámot is az éjszakai órákban rendeznek meg a VB-n. Az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye szeptember 28-án 23 óra 30-kor vág neki a távnak. Nekünk mindig reggel szokott lenni ez a versenyszám, most meg pont a fordítottja lesz, hogy éjszaka lesz, és ugye ez egy 4 órás verseny, hajnal 4-ig fogunk körülbelül versenyezni. Nem nagyon lehet rá készülni, szóval az, hogy előtte hónapokkal már átálljunk, azt el kell felejteni, az szinte lehetetlen. Maximum előtte 2-3 nappal fogunk majd átállni. Majd a héten fogunk pont beszélni a válogatott orvossal. Szerintem majd ugyanezt fogja mondani, hogy előtte 2-3 nappal majd álljunk át az éjszakai edzésekre, és hát igazából csak ezzel lehet rákészülni. Mi itthon az edzéseket még a megszokott módon szoktuk csinálni, úgyhogy reggel edzünk, és délután is. Este 9-kor meg már ágyban vagyok és alszok. Hellebrandt Máté elmondta, többek között táplálkozási tanácsadó segítségét is igénybe veszi, hogy minél jobban alkalmazkodni tudjon a körülményekhez. Ha ez sikerül, akkor az olimpiai szint teljesítéséért és minél jobb helyezés eléréséért gyalogol majd a nyíregyházi atléta.